Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag már mindenki sejti, hogy miről lesz szó. Az MX Linuxról lesz szó. Alapokat fogjuk megnézni, azaz mi ez, és hogyan kell telepíteni. Nagy csodát ne várjatok attól, hogy én most bemutatom, és aztán ti mindent tudtok erről a rendszerről, de egyetlen egy dolgot szeretnék mondani. Ha valaki Debian alapú rendszert szeretne könnyűt, jól kezelhetőt, érthetően összerakottat, és egy-két érdekesebb dologgal kiegészítve, ő neki kifejezetten alkalmatos az MX Linux. Ez nem egy Debian, tehát azt kell mondanom, hogy ebben vannak kiegészítések, pár kiegészítés, nem kell csodákat várni, de nagyon jó dolgokat tettek hozzá, és arra is kell figyelni, hogy itt nem fogsz megtalálni alapból 50 féle ablakkezelőt, meg 100 féle asztali felületet, ahogy a kiírás is látja, be van kapcsolva a magyarra való fordítás, azért magyar egyébként angol a nyelv, XFCE, KDE és a Fluxbox rendszer tudott feltenni. Nyilvánvalóan sejthetitek, hogy én az XFCE-t, régi nagy szerelmemet fogom felrakosgatni, mert azt ismerem, arról szívesen beszélek, és úgy gondolom, hogy a KDE az olyanoknak való, aki szereti a nagyon szép, hát egy kicsit nagyobb rendszereket, és esetlegesen a gyorsasságot beáldozza arra, hogy hát szép legyen, mert a KDE nagyon jó rendszer, csak dicsérni tudom, az, hogy nem használom, az nem azt jelenti, hogy az a rendszer nem jó, csak éppen nem a szívem csücske. Fluxboxot én régebben használtam, igen, elégedett voltam vele, régebbi, kisebb kapacitású gépekhez nagyon ideális, ráadásul szép grafikus felületet kapsz. Azaz, ha van olyan géped, ami régebbi, és hát azon is szeretnél valamit futtatni, de nem akarsz az ablakkezelőkre, Xmonadra, i3 VM-re vagy egyébre áttérni, mert hát azok nagyon-nagyon egyszerűek, akkor a Fluxbox az nagyon kényelmes rendszer lesz neked. A kettő között helyezkedik el az XFCE, egy öreg rendszer, egy öreg asztali környezet, régi inkább így mondom, és sokan-sokan ismerik, és aki használta, az általánosságban jó véleménnyel van róla. Gyors, kényelmes, átlátható, nincs nagyon bonyolítva, de azért mégse nem egy Xmonad, ahol mindent kézzel kell beállítani konfigurációs fájba. Tehát ez a három lehetőség van, és elmondják, hogy az Antix és az MX Linux közösség együttesen, és ez nagyon-nagyon jó, ez egy stabil operációs rendszer, tehát én úgy mondom inkább, hogy ez megbízhatóan fejlődő operációs rendszer, ami nem egy kéttagú csapat csinálja, vagy egy olyan pár ember, hanem elég sokan van mögötte fórum, hát bizony Debian alap, nyilvánvalóan aki Debiant ismeri, annak itt különösebb problémája nem lesz. Nem Debian, tehát arra nagyon figyeljünk, az alapja a Debian, és esetlegesen lehetnek eltérések. Szilárd, nagyon jó és jó a közösség. Én még a régi időben is, amikor használtam, és most is rendszeresen felmegyek a fórumjukra, és előszokott fordulni olyan kérdés, ami érdekel. Tehát lehet ott is tanulni. Tehát a közösség jó. Igen, április 1-jén jelent meg az MX19.4 már kapható. Megnézzük, hogy milyen felületek. Azok a felületek vannak, amiket elmondtam. Természetesen XFCE, KDE és a Fluxboxot fogod megkapni. Letöltése. Oda kell figyelni a letöltésnél. Természetesen, mind bármelyik operációs rendszernél, bármelyik Linuxnál oda kell figyelni, lényeg az X64-es vagy 386-os. 386-os régi gépekhez nagyon-nagyon-nagyon ajánlott, illetve természetesen hát azok már régebbi, 32 bites, inkább így mondom, azok régebbi gépek, és esetlegesen ki lehet rajta próbálni, mielőtt kidobod esetleg ezeket a gépeket, hogy egy játszós gép legyen, úgy értem a játszós gép, hogy megismerd a Linuxot. Természetesen az X64 ez a standard beállítású, illetve van az AHS, ez a fejlettebb hardware támogatott rendszer rész, ISO,
azaz telepítőcsomag, ezeket annak ajánlják, akinek modernebb gépük van, Ryzen, a Radeon RX grafikát használ, meg egyéb újabb generációs Intelje van, hiszen újabb kernelt kapott, ami már támogatja ezeket a dolgokat. Hiszen azért emlékszünk, amikor a Ryzenek elterjedtek, azért a Ryzen 3600-asnál problémák voltak, hát egy-két hónapig, a hőfok kiolvasásával, meg egyéb ilyen dolgokkal, de belekerült egyébként a kernelbe, aztán ennyi, és arra figyelj, hogy van egy XFCE Fluxbox együttes, mind a kettő rajta van, és a KDN-nél pedig csak 64 bites van. Nyilvánvalóan ez sejthető azért, mert a KDE egy fajsúlyosabb, nagyobb hardware igényű cucc, futám régebbi gépeken is, higgyetek el, csak egy kicsit lassúcskának érzed, de azért azon is fog működni. Na lényeg az, hogy itt bizony csak 64 bites van. Le tudod tölteni repóból, és le is tudod torrentezni. Ezért mondom én folyamatosan azt, hogy a torrent az nem illegális, hanem hogyha neked olyan ingered van, hogy torrenten keresztül szeretnél leszenni bizonyos ISO-fájlokat telepítő dolgokat, vagy programokat, mert előfordul, hogy vannak olyan programok, amelyeket le lehet torrentezni, mert torrenten is közzeteszik, akkor bizony a torrent az nagyon kényelmes, szerintem az egyik legkényelmesebb dolog, beteszed a kliensbe, aztán szépen leszedegeti neked, hogyha megszakad a kapcsolat, akkor se fog újraindulni, mármint a letöltés, ha pedig éppen elmész a gép mellől és ki kell kapcsolni, akkor a torrentet ugyanúgy folytatja, ráadásul itt nem attól függ a sebesség kizárólag, hogy a szemközti gép az milyen gyors, egyébként az ő torrent szerverük nagyon gyors, hanem a megosztók is, tehát hogyha letorrentezel egy MX Linuxnak az ISO-ját, akkor légy szíves, ameddig neked lehetőséged van, te is oszd meg mással, hogy minél gyorsabban hozzájussunk ezekhez a dolgokhoz, mármint az, aki eddig még nem szedte le. Azaz, átlátjátok, hogy ez egy nagyon jó rendszer, én tudom, mert használtam, és azért is tudom, mert nagyon kedveltem, én nem szeretem az ócska rendszereket, és őt nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon sokáig használtam, átlátható XFCE, mi kell lennél több nekem, és utána váltottam, de nem azért, mert ő rossz, hanem azért, mert az Arch-ot megszerettem, meg a Fedorát, meg a többit is. Na, lényeg az, hogy megnéztük, egyszerű, három felületet fogsz kapni, tehát ha valakinek Xmonad, Gnome vagy Cinnamon kell, ami be van állítva, itt nem fogja megtalálni, erre figyeljetek, Debian alapra épülő termék, nagyon stabil, én azt mondom egy kezdőnek, aki mondjuk nem Linux minttel szeretne, vagy Ubuntu-val kezdeni, természetesen, hanem egy picit már úgy érzi, hogy hát már olvasott is, és akkor a Debian alapra szeretné rátenni a első gondolatait, annak ez nagyon jó kezdő, és természetesen haladóknak is való operációs rendszer, illetve Linux disztribúció, de nyilvánvalóan operációs rendszer is. Oké, ennyi agitálás és propaganda után nézzük is meg, hogy én mit találtam ki, hogyan lehet ezt tesztelni. Nyilvánvalóan nem natív telepítést fogok végigvinni, magyarul mi lesz? QEMU, azaz egy emulátor alatt fogom én ezt bemutatni nektek, hogyan működik, azaz irány a QEMU-s videó, hogyha nem tudjátok, miről beszélek, vagy felmentek a Magyar Arch oldalára, és elolvassátok a QEMU-ról szóló cikket, és utána már tudjátok, hogy mi az a QEMU. Egy emulátor, olyan, mint a VirtualBox, de az az igazság, hogy én a QEMU-t most ebbe a pillanatban jobbnak, kényelmesebbnek, átláthatóbbnak találom. Azaz, mindenki töltse le, tegye föl a QEMU-t, és utána indulhat is a telepítés. Ha valakinek idegen ebbe a feliratba, parancsorba valami, természetesen régebbi QEMU-s videó vagy az ajánlott cikk elolvasása után nem lesz idegen. Gyakorlatilag annyit kell tudnotok, az egyik az, hogy 2 gigás gépet fogunk emulálni, azaz 2 GB memóriát fogunk elhelyezni a virtuális gépünkbe, és annyi változtatást tettem a régebbi dolgokhoz képest, aki látta a QEMU-s videómat, hogy az ISO-fájt átneveztem a ISO-nak, így bizony az kikerülve, hogy be kelljen gépelni az egész nevét egy hosszú ISO-fájnak,
az biztos, hogy nem fogom megtenni minden nap, ha valamit kipróbálok, hanem természetesen az isofájt átnevezem annak, és utána már ez a parancsor minden további nélkül le fog futni. Indítsuk is el az emulátorunkat. Indulás után ezt a képet fogjuk kapni. Nagyon kényelmes helyzetben vagy, mert gyakorlatilag az MX-19 telepítése elő van készítve, hogyha nem QEMU-t használsz. Természetesen a Virtual Box-os telepítése, én nem azt használok, tehát ezt nem használom. A következő a megszokott menüpont a boot, azaz indítsd el a harddiskről a meglévő rendszeredet, akármi, azt megtalálja és el fogja indítani. Memória tesztet el tudod végezni az image-ről, természetesen akár pendrive-ra írod ki, akár lemezre írod ki, el tudod indítani a legtöbbnél egy memória tesztet, hogy jó-e a memória, és tudod-e azt használni, és utána van egy indító, váltó, változtató gondolat, ezt is be lehet állítani, és felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy alul F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 elnevezésű akármink van. Azaz, ne legyünk annyira öntudatosak, hogy mi mindent tudunk. Nézzük meg az F1-et. Kapsz egy helpet. Kapsz egy helpet, F1, help system, és rá kattintasz. Látod, kírja, hogy hogyan tudsz navigálni ebben a menüben, mármint abban a menüben, amit látsz, és legyünk annyira haladóak, hogy ha kapunk egy helpet, legalább ránézünk, hogy mi a szösz, és mit írogattak ki. Hát ebből ki is lépünk, F2. Hát bizony, nyelvet tudsz váltani, és úgy látom, itt a magyar. Na hát megnézzük, hogy mennyire magyar az a magyar. Azért mondom, hogy megnézzük, hogy mennyire magyar az a magyar, azért, mert még nem telepítettem föl. Veletek együtt telepítem ezt a rendszert, és örülhetünk annak majd, hogy milyen szépen működik, és rá tudunk nézni. Vannak olyanok, hogy F4 beállítások. Itt ki tudsz különböző beállítási lehetőségeket, bútolási beállítási lehetőségeket választani, ez haladó dolog. Azaz, hogyha telepítésed nem sikerül, és azt mondják, hogy XYZ paramétert meg kellene adni, akkor ebből a listából ki tudod választani azt, és beírja a telepítési gondolatok, bútolási gondolatok közé, azaz nem neked kell kézzel beírogatni, teljes idegeskedés közben, hogy például V-card egyenlő menü, vagy akármi, amit az okosok neked ajánlgatnak, tehát maradjunk annyiba, hogy nagyon kényelmesen megcsinálták, illetve hát természetesen F7, megnézzük, mi az az F7, F7 kapsz egy konzol méretet, az alapbeállítást lehet használni, azt a méretet használod, amit te éppen szeretnél telepítés közben, hogyha nem jól jelenik meg a kép, akkor itt lehet egy kicsit állogatni. Oké, ez bennünket már nem érdekel, memóriatesztet nem futtatunk virtuális gépen, rendszerindítás, na hát magyarra is váltottunk. Rendszerindítás merevelemezről, ezt a későbbiek folyamán fogjuk használni, és hát elindítjuk a telepítést. Látható itt, amit bekereteztem, ott vannak a beírandó paraméterek, rendszerindítási paraméterek, amiket neked kell megadni, hogyha nem ismeri föl automatikusan a géped valamelyik paraméterét. Ha nem sikerül a telepítés, krikszkrakszok vannak, akkor természetesen elgyalogolsz a fórumra, és megkérdezed, oké, el is indítjuk, és betöltött a kernel, és akkor egy kicsit dolgozik a gép, ne ijedjetek meg, ne ijedjetek meg, ez egy 2 gigás memóriával ellátott akármi. Megjelenik a panelunk, megjelenik a kapcsolat, természetesen megjelenik a kapcsolat, hiszen a parancsorba megadtuk természetesen a net kapcsolót, a QEMU-nak így hozzáfér, mihez hozzá fog férni az én internet hálózatomhoz, de nyilvánvalóan, ha otthon neked van internet hálózatod, be van kapcsolva, akkor ugyanígy fel fog neked szépen csatlakozni. Vannak gyikok, az nem
egy állat, hanem a gyakran ismételt kérdésekhez tudsz menni, fórumhoz tudsz menni, hozzáférsz videókhoz, van pár videó, user manuálhoz hozzáférsz, wikihez, eszközökhez, tweak, beállítási gondolatokhoz, hogyha a virtuális gépen lévő telepítés előtt lévő dolgokat szeretnéd te piszkálgatni, de én gyakorlatilag azt mondom, hogy nyilvánvalóan itt nem tweakelünk, meg állogatunk semmit, majd az első tényleges telepítés utáni indításkor elvégezzük a már feltelepített rendszerre a mi kis gondolatainkat, és utána feltelepítjük telepítő. Szépen ide van írva, hogy telepítő, a fakú, ő a gyík. Csak angolul őt nem fordították le, meg a manuált se fordították le. Ha úgy ránézel, egy konszolidált, normális, szerintem úgy normálisan kinéző felületet kapunk, nincs nagyon csicsázva, kapsz egy kis időpontot, kijelzőt, meg a szokásos memória használatot, CPU, illetve HDD foglalást fogja neked megmutatni, kérje, hogy MX Linux, és akkor a telepítő, itt pedig megvan a panel. Tehát azt hiszem, ezen nem lesz senkinek különösebb gondja, és a Linux telepítése név telepítő, és rábökünk, és elindul, a billentyűzetet lehet megadni, ezért is szoktam én átállítani magyarra a beállítási felületet, meg magyarra a telepítést, mert kiderült, hogy ez kevésbé sem magyar, de fölismerte egyébként, hogy hát magyarra van állítva a nyelv, és 105-ös modell van, nem az van nekem, de ezzel nem fogunk foglalkozni, át tudjuk ezzel állítani, hogy milyen billentyű legyen, és melyik modell legyen. A 105-ös az elterjedtebb, az enyém olyan, amin nincs az a számbillentyű, a numlock rész, tehát a numpad rész nincsen, de hát ezzel most nem fogunk foglalkozni, elfogadjuk, hogy magyar legyen a nyelvünk, mármint a billentyű nyelve, és oké. Hozzáadhatsz különböző egyebet is, tehát tudja majd kezelni, és itt meg tudod változtatni menet közben is a billentyű kiosztásodat. Természetes. Grafikus felületű telepítéseknél ezek természetes dolgok. Következő. Partíciók módosítása. Futathatod a partíción álló eszközt. Haladó feladat. Haladó feladat, hogy a meglévő lemezedet, nyilván ez egy virtuális lemez, a meglévő lemezedet te hogyan szeretnéd particionálni. Nyilvánvalóan a gépartedet, ha nem használtad, azért nézz utána, hogy hogyan működik, és hozzáteszem, ha nem feltétlenül szükséges az, hogy te kézzel particionálj egy lemezt, és utána kézzel csatolgast fel az összes lemez részt, odaalva te szeretnéd. Általában kezdőknek én azt szoktam mutatni és mondani, hogy automatikus telepítés az egész lemez használatával, és ilyenkor nagyon odafigyelsz, hogy mi a te lemez neved, mi az a lemez név HDA, itt ez az egy van, itt egyszerű, odafigyelsz, hogy mire telepítesz, és ő megcsinál mindenféle módosítást, leformázza, egy partícióra fogja felhelyezni neked az összes könyvtáradat, tehát másik példa külön partíciónálnád, akkor a home könyvtárat külön partícióra felcsatolhatnád, de kezdőnek ez a elgondolás véleményem szerint nagyon-nagyon kényelmes, hogyha egy lemezt vesz, vagy egy régebbi lemezt erre kijelöl, vagy akármilyen lemezt berak a gépébe, és megjegyzi, hogy az a lemez 30 gigabájtos, vagy 120, meg mi a neve, és akkor arra odafigyelve, az egészet particionálva, az egészet használva fogja felrakni a rendszert, és akkor nincs olyan probléma, hogy valamit elfelejtett felcsatolni, megcsinálni. Azaz, maradjunk annyiba, a kézi particionálás, azoknak a csatolgatása nem kezdő feladat. Megoldható, de nem kezdő feladat. Oké, akarjuk-e titkosítani a rendszerünket? Hát nem szeretném most titkosítani, van lehetőség, azért jobb lenne, hogyha a telepítésnél nagyon átgondolnád,
ha az egész rendszeredet titkosítod, az egy nagyon jó megoldás, de ha elfelejted a jelszavadat, főleg, hogyha bonyolultabb és összetettebb jelszó, természetesen nem egy betűs, két betűs, öt betűs jelszót szoktunk ilyenkor megadni. Ha elfelejted azt a jelszót, akkor neked nagyon nagy bajod lesz, mert azt visszafejteni nem fogod tudni egyszerűen. Illetve egyéni telepítés meglévő partíciókra. Én azt mondom, hogy most automatikusan fogunk telepíteni. Maradjunk ennyiben. Oké, formázzuk a lemezt, aminek az a neve, hogy SDA, SDA és MX Linuxhoz. Ő okos, odaírja, hogy nem. Tehát még ennél a kérdésnél is megvan az a védelem, hogyha csak ütögetett, tudod, mint a Windows-os telepítésnél, enter, 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 next, 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 next. Szóval, hogyha csak ütögeted itt, meg pöttyögeted be a rádió gombokat, ezeket itt, össze-vissza, akkor is még az utolsó pillanatban vissza tudsz léptetni, de hát mi eldöntöttük, hogy az egész lemezt fogjuk használni, és igenre nyomva, és elindul a szükséges partíciók létrehozása. Én azt mondom, hogy ez lefut, természetesen odáig nagyon-nagyon-nagyon fontos elmondanom, hogy nem kellene megszakítani. Nem kellene megszakítani a telepítést, mert lehetnek olyan problémák a partícionálás, formázások közben, amit nehéz, nem lehetetlen, természetesen nehéz rendbehozni. Félúton megszakított particionálás lehet, hogy egy kis manuális munkát igényel, ami nem kezdői feladat. Lényeg, elkezdődött a telepítésünk, elkezdünk gondolkodni menet közben azon, hogy amíg ő dolgozik, az új rendszert másolja, telepíti, hova fogjuk tenni a grubot, és az egyebet MBR-be, PBR-be, vagy az SPR-be, és melyik lemezre szeretnénk tenni, az SDA-ra, nyilvánvalóan. A másik egyébként csinál egy mini floppy disk szerűséget szerintem, de arra nem fogok én telepíteni, grubot, tehát rendszerindító cuccokat, azaz SDA 30-as gigabájtos virtuális lemezre fog felkerülni, és most várni kell, és le fog futni. Most van 51, itt alul látjátok a natív gépnek, tehát a én rendszeremnek az óráját, és láttátok, hogy mikor indult el a telepítés, körülbelül ennyi ideig szokott tartani, nyilvánvalóan nagyobb gépet használva, tehát natívan erre a gépre, amit most használok, 3600-as Ryzen-t, azra hamarabb felfut 16 giga RAM-mal, mint a 2 giga RAM-mal itten, hát jól lekorlátoztuk a lehetőséget. Szépen felmászik a rendszer villám gyorsan, nem egy másodperc alatt. Nyilvánvalóan ez nem az a rendszer, ami, mit tudom én, egy minimális konzol kiadású akármi, ami másodpercek alatt felfut, hiszen a lemezt le kellett formázni, illetve particionálni, formázni, mindent fölmásolgatni. Gyakorlatilag 1-2 perc alatt felszokott futni egy-egy normális disztribúciónak egy-egy normális része. Nyilvánvalóan, hogyha te beállítások közben kiválasztasz egy nagyon-nagyon sok mennyiségű plusz extra telepíthető szoftvert, akkor lassabban fog lefutni, ha pedig csak az alaprendszert tolod fel, akkor természetesen mit fogsz látni? Azt fogod látni, hogy viszonylag gyorsan felmegy. Én ezt a metódust szeretem, fölrakom az alaprendszert, megnézzük, hogy mit tud, mit nem tud, fagy-e vagy nem fagy-e, mit csinál, mit nem csinál, és utána rárakom azokat a programokat, amik nekem kellenek. Azaz, hogyha egy rendszert tesztelsz, akkor természetesen oda kell arra figyelni, hogy ne magad válogasd össze a programokat, hanem natívan, tehát natúrba, minden egyéb beállítás nélkül, plusz program nélkül rakd fel, hiszen előfordulhat az, hogy megkérdezik, mekkora az MX Linux telepítése, milyen méretű, és akkor mit mondasz? Mondasz egy számot. És abban már bent vannak az általad esetleg fölrakott GIMP, akármi egyéb, LibreOffice egyéb, az úgy nem reális képet kap. A programok nélkül rakjuk fel tesztelési szándékkal a rendszerünket. Ez azt hiszem lényeges, mert
eltéréseket adhat az eredmények között. A komputer neve legyen ez, és akármit, szomba nekem nem lesz, szomba munkacsoportom nem lesz, következő gépnévnek azt adsz meg, amit akarsz, a szokásos beállítás hely Magyarország, időzóna Európa, Budapest. Természetesen azért tudja, hogy Budapest meg magyar, mert ott az elején átállítottam a nyelvet. Ha nem állítod át, akkor itt lehet, hogy éppen át kell állítani, milyen legyen a időformátum kijelzése. Én ezt szeretem marad. Szerviz, beállítások, tehát szolgáltatások beállítása, kilátás, hát most rákattintunk, és hogy mit szeretnél indítani. Cron, sudo, anacron. Na hát most döntsd el, hogy cront vagy anacront szeretnél használni, azt használsz, amit akarsz, mind a kettő is futhat, tehát itt nem jelentő gondot. Ami lényeges, hogy innét kiszedheted azt, például a Bluetooth-től én ki is szoktam szedni, mert hát az éppen nincs a gépemben, de a többit gondold át, hogy mi kell, és mi nem kell. Ha nem értetted meg, hogy mi az, hogy szolgáltatás, illetve mi ez a szösz, amit itt állogatunk, akkor természetesen nem kéne semmit piszkálgatni, kivenni, mert kényelmetlen dolog lehet esetleg, hogyha nem tudod, mi az, hogy cupsz, az valami fagyi, vagy mi a szősz, már nem olvasod el, hogy mi van ideírva, és nem tudsz nyomtatni, akkor elkezded azt mondani, hogy hát az MX Linux az nem tud nyomtatni, nem, hát ma a démonját, a hozzátartozó szolgáltatását kiszedegetted. Erre figyeljünk, nyilván, ha tudod, hogy mi az, tehát sudot nem szeretnéd használni, sokan nem szeretik, súval átlépnek rendszergazdai jogosultságba, és a sudot nem kedelik, annak hát ez a szolgáltatás fölösleges, és leokézzük. Itt nem kell piszkálgatni semmit, ha nem tudod, hogy mit lehet ott állítani. Következő. Alapértelmezett felhasználói név legyen Laci. Alapértelmezett jelszó nagyon véknya lesz. Egy darab A betű, a rót jelszó egy darab A betű. Ilyet ne csináljatok, de nyilván egyértelműen egy tesztelt virtuális gépbe lévő dologhoz. Az a lényeg, hogy pont kézre van az A betű, aztán be tudjak lépni. A jelszavak megjelenítése, jobb, ha megnézed, de jelzi egyébként az, hogy ha elütöttél valamit, ha azt szeretnéd, hogy ne kérjen jelszót a bejelentkezésnél, akkor az autologint is bepipálod. Ez szerintem egy kicsit gyorsítja az indítást. Nem kellett begépelni a jelszavadat, a Laciét, természetesen az indítási panelba, hanem automatikusan Laciként be fogja léptetni az embert. Én ezt nem tartom jónak, mert nyilvánvalóan elindul a géped, nem te indítod el, akkor már ne léptessen be a te fő felhasználódként senkit. Az beléphet a te gépedre, akinek megadod a jelszót, vagy csinálsz egy felhasználót és annak a jelszavát, de azért jobb nem ez az automata beléptetés, azért nem olyan Linuxos, jó? Tehát maradjunk annyiba, hogy már én szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy a cuccait, számítógépét, telefonját, akármiért, lakás ajtaját lezárja egy jelszóval vagy egy kulcssal. Mentsd az élő asztali változtatásokat, hogyha változtattál te az asztalon, tehát itt állogattál valamit, nyilván nem ezzel kezdünk, hogy állogatunk egy live rendszerbe, egy élő rendszerbe, és utána telepítünk, és annak a változtatásait rá kényszerítjük a telepített rendszerre. Ha ott változtattál valamit, akkor természetesen azt el tudod menteni. Következő, nézzük meg! Kérjünk helpet? Nem? Most légy szíves dolgozni, szépen kiírogatja a dolgait, megint fölhívja a figyelmet, hogy egyéb információkat a forum.mxlinux.org-on fogsz találni. Ezt azért mondtam el, mert hát bizony-bizony, jó, ha egy fórumra időnként feljárunk, még akkor is, ha Arch-ot használok, én ezeket, egy-két érdekesebb fórumot, ami nem Arch fórum, szoktam szemlézni, nézegetni, mert totál jó ötleteket össze lehet szedni. Nem mindig, de sokszor. Oké, automatikusan rebootoljuk a szisztemünket, igen, és egy befejezés. Befejezés, és újra indul a
rendszerünk, ami azt jelenti, hogy reboot, indul szépen, kérjük, vegye ki a lemezt, csukja be a tálcát, és nyomja le az Enter billentyűt, hogy továbbra is, és lenyomtam. Oké, nem tudtam kivenni a lemezt, nyilvánvalóan, nem tudtam kivenni a lemezt, hanem a lemez indult újra, tehát a telepítő ISO, hiszen ez a leírás természetesen CD-hez vagy USB pendrive-hoz való, azt kiveszed, és akkor már az élő rendszered fog indulni, és boot from hard disk, és el is indítjuk az új rendszerünket. És indul ez a megszokott dolog, szép kis boot képernyőt kapunk, elindul az egész rendszerünk szépen lassan, nagyon kicsi memcsit adtunk neki, ne felejtsük el, 2 giga memóriával dolgozunk, hogy meglássuk, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon 1000 éves gépen mennyi idő alatt dobja ki a bejelentkezési panelt. Na hát ez az a panel, tudjátok, ami nagyon fontos, ide beírod a jelszavadat. Ez a panel maradt ki akkor, hogyha autologint választasz, nem szeretnél autologinolni, még akkor se, ha semmi titok nincs a gépeden. Ennyiben sincs, de azért jobb, ha nem turkálnak benne. Megadjuk az iszonyat bonyolult jelszavunkat. Na, egy kis kitérő. Ide rákattintasz, akkor kiválaszthatod, hogy XFCE legyen a munkameneted, vagy a Fluxbox. Tehát mind a kettőt ki tudod választani, a default, az alapbeállítás, az természetesen az alapbeállítás egyértelmű. A következő, itt a látássérültebbek, nagy betű, nagy kontraszt, illetve a képernyő billentyűzetet tudjuk bekapcsolni, hogyha valakinek ilyenre szükség van, nyilvánvalóan be tudja kapcsolni. A következő a nyelvet adja meg, a nyelv kiválasztási lehetőségét. Nyilvánvalóan megpróbálkozunk nem óhéberre, meg kínaira átállítani, mert utána nehézkes lesz visszaállítani, és UTF-8-as és a szokásos kikapcsolási lehetőség, meg vagyunk, bejelentkezünk, vagy az Enterre rácsapunk, és elindul. Kapcsolat létrehozva, látjátok, milyen szépen eltűnt? Tehát odafigyeltek, hogy ne csak egy panelt kivágnak oda, hogy kapcsolódtam az internethez, aztán majd lesz valami, és kattints rám, és akkor eltűnök, hanem olyan szépen beleolvad abba a háttérbe. Megkaptuk a beállítási lehetőségeket, illetve hát azt, amit mondtam, hogy mi ezeket el fogjuk végezni. Természetesen az eszközöket megnézzük, mi van az eszközök mögött. Az eszközök mögött egy normális, jól összeszedett eszközbeállításos lehetőségünk van, ami nyilvánvalóan élő USB készítő, illetve egy MX pillanatkép lehetőséget ad, azaz tudsz egy USB pendrive-ot készíteni, illetve egy MX az adott rendszeredről egy pillanatképet, azaz egy mentést tudsz róla készíteni. Bootjavító, erre nagyon érdemes odafigyelni. Nézzétek meg, rákattintok, a root jelszavat bekéri, és akkor kapunk egy boot szektor javító eszközt. Tehát, hogyha véletlenül a boot szektorodat eltoltad, itt megmentheted a rendszeredet, hogyha éppen van ilyen lehetőség rá, élő rendszerről, tehát pendrive-ról is el tudod ezt érni, le is tudod menteni, vagy javítani tudsz a konfigurációs fájlon. Hozzáteszem, ez nem egy kezdőknek való gondolat, illetve a backupot, a mentést vissza tudod állítani a hagyományos boot rendszereknél természetesen. Hát ebben nem fogunk most vacakolni, nyilvánvalóan mindenki ért, hogy ez egy nagyon jó, kényelmes dolog. A boot opciókat le tudod hívni, illetve hát meg tudod változtatni, amit lehet látni, hogy nagyon jól kinéző és átlátható rendszerbe összeszedett cuccokat látsz. Nem magyar, de azért meg fogjuk érteni természetesen. Az indításkori várakozást,
tudod visszavenni egy szekundumra, természetesen otól kiválasztod, például, hogy az MX Linux induljon, vagy esetleg több kernel közül kiválasztod azt, amit éppen szeretnél, ha többet installáltál. Ez el kell gondolkodni rajta azon, hogy hát egy másodperc alatt elége neked, vagy maradjon az előbb látható 5 másodperces várakozás, és hogy miről induljon. Van kétféle lehetőség, systemd-vel vagy systemd nélkül, ezek haladó dolgok, nem kéne kezdőnek piszkálgatni, alapértelmezetbe szeretnénk hagyni. Itt a témát ki tudod választani, én nekem nincs nagy ingerenciám, hogy a hátteret, meg a témát változtatgassam indítás közben, nyilvánvalóan lehet ezzel játszadozni, de én bevallom őszintén, nincs erre ingerenciám, illetve a hátteret, a bejelentkezési hátteret kiválaszthatod, különböző elég sokféle beállítási lehetőség van az előnézetbe, megnézheted, hogy milyen, hogyan néz ki, de én úgy gondolom, hogy természetesen olyanra állítod, ami neked tetszik, egy pár másodperc után visszaugrik, hogyha éppen nem tetszik. Ezt kézzel állítani elég macerás, és itt is az a hozzáállásom, hogy teljesen mindegy a bejelentkezésnek a háttere, engem nem szokott meghatni, hogy most ott szép vagy nem szép, induljon el a gép, jelszót megadhassam és dolgozhassak vele. Oké, de le is tudod tiltani, azaz kiveszed előle a pipát, és akkor nincs téma. Egy pillanat, leigenezem, hogy az alap értelmezett visszaálljon, látod, rögtön menti is a dolgokat, és a logokat is ki tudod iratni, ami igazából kényelmes dolog, hozzáteszem, mert ez gyorsan lefut. Butolás közben is nem biztos, hogy látod, hogy mi nem oké, mi nem zöld. Oké, nézzük meg, látható, hogy itt minden zöld, és akkor egyértelműen be tudod enterrel kiírta, hogy enterrel be lehet close-ni, zárni, és nem fogjuk alkalmazni ezt. CH-ot, rescue, scan, na hát ez egy komolyabb dolog. A CH-ot ez egy javító lehetőséget adó dolog. Haladók, nehogy agyonverjenek. Itt, ha nem tudod, hogy miről van szó, akkor légy szíves, ne nyúkálj hozzá. Itt nem piszkálódunk, itt nem okoskodunk, mert ezen a rendszeren keresztül, ezzel a lehetőségen keresztül nagyon ki tudod javítani a rendszert, és nagyon el tudod rontani a rendszert, ha olyanban nyúlsz bele, amiben nem kell. Nagyon leegyszerűsítettem, de ha okos emberek, mivel elrontottad a gépeden az operációs rendszeredet, jelen pillanatban az MX Linuxot, és azt mondják, hogy CH-ROT kell, akkor bedugod a pendrive-ot, megvárod, hogy elinduljon, ide léptetsz, és akkor már megkapod a CH-ROT dolgokat, és utána már itt tudsz dolgozni. CleanUp, ez egy törlési tisztító rendszer, nagyon kényelmes dolog, hozzáteszem. Megmondhatod, hogy mit töröljön ki, beállítod úgy, ahogy szeretnéd, tehát a userként szeretnéd futtani, egy user van, az én vagyok, tehát választási lehetőség nincs, a logokat tudod törölni, a megadott könyvtárakat tudod törölni, oké, természetesen ez nem egy hú de nagy tisztító rendszer, meg egyéb, amitől hanyat kell esni, de kényelmes alapfunkciókat tudja, és természetesen tudja a logokat és a trash-t is törölni, illetve tudod futtatni naponta, hetente vagy havonta, tehát be tudod időzíteni. Akkor tudod beidőzíteni, ha a Chrome fut. Jó? Tehát, hogyha a Chrome-ton nagy kipippantottad, akkor természetesen ez se fog menni, és van egy disk foglaltság ellenőrző, nézegető dolog, ezzel nem szeretném tölteni az időt. MX menüszerkesztő, a menüdet tudod szerkeszteni kézzel, nyilvánvalóan éppen a játékokba futottam bele, de a menüt szerkeszthetett, hozzáadhat, vagy elvehetsz belőle applikációkat, azaz itt a menütbe szépen bele tudsz turkálni, és szerintem nagyon kényelmes, ez a menüről beszéltünk itt, te. Jó?
mielőtt valaki azt mondaná, hogy nem tudja, hogy melyik a menü. Van start menü, oké? Szép panelt kapsz, a szokásos XFCE beállításos lehetőségek vannak. Hogy ez most baloldalt van, vagy alul van, az mindenkinek az egyéni dolga. MX felhasználó kezelő. Sok, hát hogy is mondjam, nem jól bepozícionálom a tudásomat, felkiáltású kezdőnél problémás az, hogy a haladóbb rendszereknél, például a Magyar Árcsnál a felhasználó kezelés az karakteres, azaz terminálos megoldás, hagyományos terminálos megoldás. Itt azért tudod a felhasználókat kezelni, mármint hogyha rendszer gazda vagy, létre tudsz hozni a csoportok között, tudod mozgatni csoportokat, létre tudsz hozni, és egyéb ilyesmi dolgokat, tehát Lacit be tudod helyezni a krontabb csoportba, hogy a krontabot tudjam szerkeszteni, a mentési csoportba is be tudod rakni, tehát itt nagyon-nagyon-nagyon kényelmesen meg tudsz bármilyen olyan rendszeradminisztratív dolgot tenni, ami a felhasználó vagy a felhasználói csoportok azok ide-oda tologatása, ide-oda elhelyezése, az meg fog történni grafikusan. A bash konfigot elindítjuk, nyilvánvalóan pár alias van előkészítve, nem túl sok, nem túl érdekes, a megszokott aliasok vannak, a promptot tudod megváltoztatni, ez a terminálnak a promptja, beállogatni igazából nekem a prompt kinézete soha nem nagyon volt érdekes, legyen egy nyilacska vagy akármi, csak működjön. Az egyéb beállításoknál a history, tehát a bash-nak a parancsok, régebbi parancsok tárolási lehetőségeit, tehát hogy hány régebbi parancsot tudjál te visszaívni, itt tudod megadni, hogy milyen hosszú legyen. Én azt mondom, hogy egy ilyen 50-100 az bőven elég, ha paranoidabb vagy, mint az átlag, akkor legyen a beállítás nulla. Tehát nem tudja visszahívni senki az előző parancsodat, így nem tudják megnézni, milyen parancsokat adtál ki az előző időszakba, milyen parancsokkal, milyen kapcsolókkal dolgoztál, és ami nagyon kényelmes megadási lehetőség, a patokat, az elérési utat, itt tudod szerkeszteni, hozzá tudsz adni egy elérési utat, és ki tudod választani a grafikus felületről, és nem úgy, mint ahogy én mutogattam többször is terminálba, ide kell beírni, oda kell beírni, ilyen karaktersort hozzá kell tenni, hogy az alkönyvtárakat is, tehát itt nagyon-nagyon-nagyon szépen be tudod szerkezgetni, és meg tudod adni, hogy ez egy végrehajtási útvonal legyen, tehát bekerüljön a padba. És mégse, már nem fogunk foglalkozni, értelemszerűen, hogyha nem szeretnéd valamelyiket megtartani, akkor kijelölöd, és a remove-ra fogsz bökni, ha editálni, akkor editálni. Oké, tehát itt nem igazán vannak olyanok, amiket ne tudnánk megtenni terminálba, de legalább kényelmesen meg tudjuk ezt a bash beállítást csinálni. MX kódex telepítő. Itt a videó, audio, egyéb kódekeket le fogja tölteni neked. Ezek azok a kódoló, dekódoló, enkódoló cuccok, amelyeket a Debian a saját licensze, saját elgondolása a jogokról, zártabbak, nem fér bele, értitek? Szóval ezeket tudod letöltögetni, hát természetesen mi szeretnénk letöltögetni, hamar lefutnak azok a kódolók, amik éppen kellenek. Érdemes megcsinálni, mert ha valamit nem játszik le, a videó lejátszod, akkor ne avval kelljen tölteni az időt, hogy hát most mi az össze kell csinálni azonnal. Ezt nem tudom bemutatni, nem Nvidia kártyán van egyértelmű. A konki beállítás, MX konki, oké, leokézzük, és a konki beállítás kiválasztott, hogy melyik legyen a konki, a könyvtárban van több, tehát ő a konki. Jó? És ezeket te nagyon-nagyon szépen ki tudod választani. Ez olyan autókon kibeállító cucc, odébb tudod mozgatni, editálni tudod a szöveges fájlt, tehát most már látható,
az új modern Lua fájt kaptuk meg, tehát itt azért már nem lesznek olyan különösebb problémák, mint régebben volt. Fájt szerkesztéssel is be tudod állítani, tehát szerkeszteni tudjuk, illetve megállítani, vagy a Conky Manager-t el tudjuk indítani, az is hasonló, mint az előző, gyakorlatilag ugyanazt a részt fogod te egy kicsit másképp megkapni, mozgatni tudod a konkidat, hogyha éppen olyanod van, be tudod állítani, hogy a desktop egy, vagy az összes asztalon megjelenjen, a formátumot be tudod állítani, hogyha ennek van értelme, illetve természetesen a színeket is be tudod állítani. Nagyon kényelmesen tudod ezzel a panellal, Conky Manager összeállítással beállítani a konkidat, nem kell keresgélni a színkódokat, egyebeket, hanem egyből megkapod azt, amit te szeretnél megváltoztatni. Nyilvánvalóan olyat tudsz megváltoztatni, és olyan lehetőségeket kínál, látható. Most legyen egy kicsit durvább változtatás, jó, hogy lássuk meg, hogy valóban változott itt a kolor. Color 4. Tehát nagyon szépen beolvassa a Conkynak a leírását, és amit lehet, meg is tudod változtatni. Szuper! Igen. Dátum, időbeállítását. Sokan szoktak problémázni, hogy nem jó a dátumjuk, nem jó ez, nem jó az. Be tudod állítani a dátumot és az időt nagyon kényelmesen. Terminálból is be tudjuk állítani, tehát ez egy kényelmes dolog. Ezért MX Linux hozzáteszem. Hálózati asszisztens, nyilvánvalóan ehhez is jelszó kell, hogyha valami probléma van a hálózattal, a driverekkel, vagy egyebekkel, akkor ezt megnyitod, és beállítod a megfelelő gondolatokat, megfelelő értékeket, nyilván azokat, amik neked valók, nem amit éppen láttatok, azt lemásoljátok. Hangválasztó, hangrendszert tudod beállítani, ezen nincs hang beállítva a rendszeremben, mármint a emulátorba, így ezt nem tudom megmutatni, rendszerhangokat szintén be tudod állítani, hogy melyik kilépés-belépéskor milyen hangokat adjon neked, értelemszerűen, ami tetszik, azt állítod be. MX Finum hangoló, ez saját cuccuk, és érdemes végignézni, hogy mit tudsz beállítani, nem fogunk végigmenni rajta. Természetesen nem ennyire mély bemutatást szeretnék. A paneloknak a beállítása. Vissza tudod állítani az alapértelmezett panelt. Az XFCE panelnél nekem mindig az volt a gondom, hogy akármelyik rendszerbe kaptam egy szép panelt, én elkezdtem azt berhelni, és ronda lett, és nem tudtam visszaállítani az alapbeállítást, egy gombnyomása itt meg tudod tenni, le tudod menteni, illetve vissza tudod állítani a panel konfigurációt, ő panel, őróla beszélünk, ablakgombok beállítása egyértelmű, hogyan nézzen ki, szépé tudod tenni, XFCE settingnél a panel, szokott panel beállítás, téma választási, kompozitor választási lehetőségek, hogyha kompozitálás nem jó, tehát a videókat rángatva, ilyen töredezetten, na, sikerült kimondanom, játssza le, akkor itt a kompozitornál tudsz esetleg állogatni, megnézzük, hogy van-e Compton vagy, meg az XFVM, az XFCE-nek a saját kompozitora, azt használod, amelyik éppen neked kell, és azt be is tudod állítani, finom hangolni tudod. Érdekes módon, hogy emlékszek, ennek volt magyar verziója is, ez most éppen nem magyar verzió, de az átlátszóságot mi hogyan nézzen ki, hogyan jelenjen meg, egyértelműen ezekkel a csúszkákkal beállítod, árnyékokat beállított, visszahúzom, az ablakdekoráció ne legyen nagyon átlátszó, és bezárjuk, tudod használni alkalmazásra, bögzés abban a pillanatban működni fog, display, tehát a monitor kijelző beállítása értelemszerűen virtuál egy van beállítva, ha kettő monitorod van, itt tudod beállogatni, hogy melyik, hogyan és miképpen működjön, nyilvánvalóan nem egy ilyen általános bemutató videónak a témája beállítás. Konfigurációnak a beállítása itt megvan, hiszem egyértelmű beállítások vannak,
Tehát egyértelműen sok mindent be tudsz állogatni, amit esetleg más rendszerekbe máshol külön kellene összevadászni, egyéb beállítás, a login screen-t, hogyha, tehát amit az előbb láttatok, ahol bejelentkeztünk, azt elcsúfítottad, azt vissza tudod állítani, a muntolás, tehát a felcsatolást is be tudod állítani, hogy nem a root userek is az internál lemezeket föl tudják csatolni, password. Itt beállíthatod, hogy a root jelszót szeretnéd bekérni a sudo-szerű emelt joghoz kötődő dolgokhoz, vagy a user sajátját kéne beírni. Hát nyilvánvalóan, mivel nálam a mindegyik, itt nem nagy változtatás van, de én úgy gondolom, hogyha egy rendszer gazdai jogot szerzel, akkor nyilvánvalóan jó lenne, hogyha a rendszer gazdai jelszót kérhetnéd be az emberkétől, hogy tudja és jogosult-e rá. Jó, az már egy kis kitérő volt. Üdvözlő képernyő, hát ne jelenjen meg, vagy jelenjen meg, ezt ki tudod választani. A System Keybird, a billentyűzetbeállítás, azt megtettük az elején, és a lokációt, a system lokációt, tehát a rendszered lokalizálását, azt is meg tudod tenni, ami annyit tesz, hogy kiválasztod azt a nyelvi beállítást, ami számodra kívánatos. Elég sok be van jelölve, kiszedegetheted azokat, amelyikek nem kellenek neked. Én azt mondom, hogy nem igazán jellemző az, hogy ezzel szoktunk foglalkozni. Azért az angol és a magyart légy szíves mindenképp bent hagyni, mert hát különben gondjaid lesznek. Én bent szoktam hagyni mindent, ami be van állítva. Ezzel nem szoktam foglalkozni, MX-es időszakban sem. Bevallom őszintén, és nézzük meg, HR, hú, igen, UTF, vagy az ISO 8859, 8859, UTF-8 közötti különbséget nézd meg, és hogyha esetlegesen a Windowsról átkerült fájlnevek nem jól jelennek meg, akkor természetesen itt esetleg tudsz rajta javítani. Panel beállítását megnyitottam, de most be is zártam, tweaket visszanyitjuk. És egyébig eljutottunk. A parance. Ez egy érdekesebb beállítás. Ez adja meg annak a beállítását, hogyan nézzen ki a géped. Látható a témázásnak a beállítását, ezt mindenki ismeri. Tehát szerintem mindenki használta, olyanra állítod, ahogy neked tetszik. Hozzáteszem a magyar árcsal ellentétben, az egy tömörebb rendszer és árcsrendszer természetesen, úgy értem a tömörebb, hogy kevesebb dolgot tesz föl, itt rengeteg témát fölrak. Hogyha te kezdő vagy, és még úgy nincs elképzelésed, hogy melyik téma neked való, itt természetesen kiválaszthatod azt, ami neked tetszik, végig lapozgatsz, mert sok fönt van, és kényelmesen kiválaszthatod, és fölírod az agyadba, hogy neked az a témázás tetszik, ami neked tetszik, és akkor azt megjegyzed, azon túl azt fogod fölrakosgatni. MXFI GPGKS egy rendszergazdai feladat, és ő bizony, ő le fogja ellenőrizni, hogy hitelesek-e azok a kódok, azok a kulcsok, inkább így mondom, ami a tárolókhoz tartoznak. Tehát a tárolók azonosítási kulcsai körülbelül lesz jelenti ez a dolog. Itt elég szépen átlátszóra van állítva a terminál. Csomagtelepítő, MX csomagtelepítő megjelszót kér, egy nagyon egyszerű, rendszerű csomagtelepítő, kiválasztod, hogy mit szeretnél telepíteni, és telepíteni tudod. Itt is már egy régebbi videóban bemutattam, amikor MX-et használtam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól szét vannak választva a közismertebb cuccok, ki tudod választani a közismertebb cuccok kategóriák szerint, hát a játékok között, bocsánat, a játékok között ki tudod választani, mit szeretnél feltenni, a stabil repóból szeretnél valamit feltenni, tehát az atom stabil, de régebbi cuccok közül kiválaszthatod egy keresővel a név szerint, hogy mit szeretnél felrakoskodni, bepippantod, és utána működni fog. A test repóból, ő mondja is, hogy ez test repó, és odafigyeljél,
Ezek frissebbek természetesen, és azok közül szeretnél választani, és azokat szeretnéd használni, el tudod dönteni, hogy a tesztrepo, hát az bizonytalanabb dolog, egy kicsit a rendszeres stabilitását veszélyezteted, de frissebb csomagokat kapsz, nem szokott gond lenni vele. A Debian backportok között is ki tudsz választani egy csomó mindent, elég sok minden bent van. Ezek olyan dolgok, amik nincsenek bent a tárolóba, de portolták Debianra is. Maradjunk annyiba, ez így nagyjából így lefedi. Flatpak csomagok, és ehhez a root jelszó kell megint. Egyértelmű, egy Flatpak csomagkezelőt is kapsz, azaz nem kell terminálba bemásolgatni. A telepítéshez, a Flatpak csomagok telepítéséhez tartozó dolgokat lekérdezi, és ki tudod választani. Ez egy jó átmeneti gondolat ahhoz, hogyha te stabil repóból szeretnél csak dolgozni, mert azért nem X, hogy stabil legyen, mert atomstabil, nem sikerül nekem úgy igazándiból még legyilkolnom, pedig nagyon rá szoktam feküdni, hogy meddig és mennyit bír egy rendszer, azaz, ha csak a stabil repóból szeretnél felrakosgatni fontos dolgokat, és nem szeretnél olyan függőségekkel, meg egyébekkel killódni, ami nem a stabilhoz tartozik, akkor a Flatpak csomagok használata, hát szerintem egy jó átmeneti dolog, mert ő hozza a saját cuccait saját magával, és nem a rendszernek a függőségeit használja, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egy kisebb programhoz sok egyebet magával fog vonzani, ami esetlegesen régebbi verzióban megvan a te gépeden is, de ő a sajátjához fog ragaszkodni. Ilyen univerzális csomagkezelés ez a Flatpak, és természetesen akkor nem érinti a rendszeredet a frissítések, ezeknek a függőségei egy kicsit elkülönül az egésztől, és akkor konzol módot természetesen be tudod ütni. Itt egyértelműen a fontos dolgok ki vannak irogatva, hogy mennyi bejegyzés van az adott témában, mennyi telepítettél, mennyi annak a mérete. És upgrade-elni is tudod a Flatpak csomagot, ami hozzáteszem nem nagy dolog terminálba, de itt azért kényelmesebb, és hasonlóképpen láthatóan itt a repóknál is ugyanezeket kírja, és azért lapoztam vissza, hogyha te véletlenül nem tudod kézzel, tehát parancsorból tanuld meg a Debian alatt, MX alatt se, egy bonyolult dolog a upgrade-elés, tehát a rendszer frissítése. Parancsorból azt tanul meg, de itt egy gombnyomással upgrade-elni tudod az összes kijelölt, vagy összes lehetséges csomagot, ha csak arra vagy kíváncsi, hogy installált, vagy upgrade-elhető, tehát végignézed, hogy melyik upgrade-elhető, és a bejelölöd egyesével, hogy melyikeket szeretnéd upgrade-elni. Ezt le fogjuk upgrade-elni a rendszerünket, mint a villám, mert 16 csomag, az nem egy hosszú idő, el fog indulni. És a következő csomagok kerültek kijelölése, és részleteket nem. Láthatjátok, hogyha te Debiant használsz most, és előzőleg ugyanaz a frissítés kinézete. Letölti, fölfrissít, és utána kicsomagolja, amit kell, beírogatja, amit kell, megcsinálja, amit kell, ennyi. Tehát itt nem lesz olyan napi szintű többször előforduló upgrade-elési lehetőség, tehát feladat, ez inkább egy nyugodtabb, ritkábban kell upgrade-elni rendszer, ezt be is csukhatjuk. Nagyjából értitek, hogy egy nagyon jó MX csomagkezelő rendszert fogsz kapni, ami kicsit túlmutat a Debian csomagkezelésén. Mármint úgy értem kényelmi szinten, hiszen a flatpack-eket meg különböző repókat is hozzá tudsz adni, illetve tudsz használni. Itt az MX repók közül kiválaszthatod az, amelyik tetszik, hogyha germánba bízol meg, akkor abba bízol meg, ha Hungary, Magyar Budapest, tehát szeretnéd, akkor azt választod ki, ami éppen tetszik, vagy a leggyorsabbat kiválaszthatod. Nyilvánvalóan a leggyorsabbat választjuk ki. Debian repókat ki tudod választani. Én azt mondom, hogyha nem tudod, hogy melyik micsoda, akkor ne
kezd jelenít kiválasztgatni olyasmit, ami benne nincs kiválasztva. Nyilvánvalóan ugyanezt a konfigurációs fájlba kézzel is meg lehet tenni, és a saját szkórokat, saját forrásokat is megadhatod. Én gyakorlatilag azt mondom, hogy itt is azt kövessük, ha nem tudjuk, hogy mit jelölgetünk be, és nem tudjuk, hogy mi micsoda, akkor se ki, se hozzá ne tegyünk. Oksi? Tehát erre nagyon figyeljünk. Itt van egy olyan dolog, hogy ha az operát akarod, mármint a böngészőt, akkor be kell pippantani, akkor repóból jön le, illetve a VirtualBox.org repóját bejelölve, akkor a VirtualBox-ból a legfrissebb verzió fog lejönni. Nyilván az alkalmazást megtagadjuk jelen pillanatban. Gyors rendszerinformáció kiírja. Ez nem egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon izgalmas lenne, kiírja nekünk a rendszerinformációt, szép rendezett formába hozzáteszem. A formázunk USB-t sok embernek gondot jelent más programokkal való formázása. Első gondolat, hogy kiválasztod, hogy melyik USB-s cuccodat szeretnéd, pendrive-odat formázni, nyilván nincs bedugva jelen pillanatban a virtuális gépbe, milyen rendszerre szeretnéd formázni, nyilván, hogyha X4-esre formázol, akkor az Windows alatt nem feltétlenül fog látszódni rendesen, és a labeljét, a címkét meg tudod adni. Ennyi nem nagy dolog, de kényelmi dolog. És az iOS eszköz csatolása, hát nyilvánvalóan nincs bedugva ilyen eszközöm, hát egyértelműen nem is, vagy nincs a közelbe. Ennyi az egész látható, nem egy annyira agysebészet, de kényelmesen használható, sok pluszt hozzáadott rendszert fogsz kapni. És ennyi. Megnézzük az eszközöket, a tvéket, a panel egyéb beállításokat, kódek telepítő külön is. A Popular Apps természetesen nem fog meglepetést okozni, egy telepítő rész, azt kapjuk, amit az előbb az installernél megnéztük. Tehát ez nem egy plusz valami. A szokásos panel, igaz? A szokásos FXCE kinézet, egy jól kinéző háttér, egy normálisan megválasztott konki, amit te egy normális felületen, kényelmes felületen tudsz állogatni, beállítani. Elég összetett a Lua nyelv. Első körben a szöveges fájl szerkesztése nem biztos, hogy ajánlott egy kezdőnek, de maradjunk annyival, hogy ott azért szépen grafikusan is, vagy grafikusabban is, inkább így mondom, be tudod a színeket állítani, a helyét állítani, egyebeket be tudsz állogatni. Szerintem egy korrekt rendszer. Én azért vettem első disztribúció bemutatásra elő ezt a disztribúciót, mert ezt régebben használtam. Gyakorlatilag elmondható, hogy szép, stabil, tehát ezzel nem lősz mellé nagyon, ha stabil, de egy kicsit old school-abb rendszert szeretnél, ez nem árcs, hogy naponta 20-szor jön frissítés, ez nem árcs, de nagyon stabilan működő Debian, stabil Debian ágra épülő, jól témázható, jól kinéző, hát XFCE, illetve Fluxbox rendszert kapsz, illetve természetesen, ha másik ISO-t választasz, de az a 64 bitesnél lehetséges, csak KDE-t is fel tudsz tenni. Remélem az erre szánt, a videó megnézésre szánt perceid nem voltak hiába valók. Összefoglalva, egy könnyen telepíthető, ha nem variálsz ott a telepítésnél nagyon, mármint úgy értem, hogy particionálás szempontjából, akkor egy gyorsan feltelepülő, jó kis alaprendszert fogsz kapni, ami szépen néz ki, tehát jól néz ki. Valljuk be a színek, jó, őket átállítottam, azok már nem beleillőek, de hozzáillő, sok témával ellátott rendszert fogsz kapni, amibe úgy nagyjából, nézzük végig, beállítások, a szokásos dolgok, fejlesztés, ez a Gini-t adják, a szövegszerkesztőt, nagyon frankó, nagyon jól használható dolog, grafikába, hát elég sok mindent fölraknak, erre figyeljetek rá, hogy valóban fölraknak, például a szkennert is, a gimpet is fölrakják, kell, nem kell leszeded, internetnél a tűzrókát rakják föl, a szokásos levelezőt, meg a torrent klienst,
irodába sok mindent fölraknak, fontos az, hogy kényelmesen fölrakosgatják, tehát nyilván egy irodai programcsomag általában elvárta a gépeden, tehát nem lőtek nagyon mellé. A dologgal játékokat fölrakják, bevallom őszintén, ezek voltak az elsők, amiket lesöpörtem, mert ezekkel nem szoktam nagyon játszani. Kellék, hát amik a szokásos kellékeket rakják föl, igazából semmi olyasmi nincs, amire azt mondanám, hogy hát ez szörnyűség, hogy fölrakták, és ilyen soha nem kell. Multimédiában az a mixer, hát az mindenhol föl van, a Clementint rakták föl, én éppen nem ezt szeretem, de teljesen mindegy, multimédiához vissza, a VLC-t rakják föl, nem a szívem csücske, de sokan szeretik, Pulse Audio hangerő szabályzó, az a szokásos cucc, ezt azt hiszem ismeritek, jól használható dolog, fölrakják, tehát ami alapból kell, és hát az előbbi panelon megnézegetett MX cuccokat is megtalálod ebbe a menübe, természetesen rendszerbeállító dolgokat is megtalálod, szépen egyértelmű. Azt hiszem, itt nincs olyan dolog, ami hát nagyon-nagyon-nagyon fölösleges lenne, persze az ízlés dolga, hogy neked mi fölösleges, és nem is egy olyan mesztelen rendszert kapsz, mint megint a Magyar Árccsal hasonlítom össze, mint a Magyar Árcs olyan telepítése, amikor a telepítőbe nem jelölgetsz be. Itt nem a telepítőbe jelölgeted be a felrakandó dolgot, hanem kapsz egy nagyobb alapcsomagot, aminek a megítélése szerintem egy jól eltalált alapcsomag, és utána abból kivehetsz, illetve hozzá is tetsz. Természetesen a Debian tárolók, ami viszonylag nagy tároló kapacitású, sok programot tartalmazó, nagyon jól összeszedett tárolók, azokból ide simán föl tudsz telepíteni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok! Mindenkinek jó gondolkodást arról, hogy esetlegesen nem tetsző, csúnyább, lassabb, összetettebb, egyszerűbb rendszerét esetleg az MX-re lecseréli. Nem lőhetsz mellé. Ha nincsenek túlzottan Linuxos vágyaid olyan téren, hogy te most aztán Xmonadot használ, vagy nincsenek olyan vágyaid, hogy aztán itt minden felületet elérje a gombt, a gnomtól a Cinnamonig, meg Mate, meg minden készen legyen, mind az Arch Linuxnál, hogy aztán ott bármit tudsz választani, azt az is ott letölteni, ami neked tetszik, és aztán abból legalább két fajta, három fajta van, akkor ez egy ilyen jó középút, akinek az XFCF, Fluxbox, vagy pedig a KDE tetszik, és ő ezt szeretné használni, mint natív felületet, annak jó szívvel merem ajánlani az MX Linuxot. Természetesen fölmerülhet az a kérdés, hogy váltok-e rá, és megmondom őszintén, nem fogok váltani. Én az Arch vonalat kedvelem, azon belül a Magyar Archot kedvelem, mert az egy szikár rendszer, és utána én rakok föl minden, ami nekem kell, scripttel és Xmonaddal, de azt tudom mondani, hogy amíg MX Linuxoztam, a legnyugodtabb Linux rendszerem ez volt. Ez nem egy izgalmas rendszer, hogy itten összeomlások, hibajavítások, napontai frissít, 20-30-50-100 csomagot frissít, és akkor tegnap már kijött a leges legújabb verzió. Ez nem ilyen, ez egy atomstabil, öreguras, nyugis, az én szóhasználatomba unalmas rendszer, mert ehhez aztán hozzá nagyon nem kell nyúlnod, föltelepíted, ami működik, időnként upgrade-elsz, hetente egyszer bőven elegendő ennél, és utána nincs hozzányúlni való. Egyszer beállítod, az XFCE beállítása szerintem annál egyszerűbb nincs, természetesen ez ízlés dolga, hogy ki, hogy és mit szeret, de az XFCE beállítása emberbarát, szépen látható két kompozitorral jön, ha valamelyik neked nem tetszik, vagy éppen a gépednek nem tetszik, akkor át tudsz rá váltani, nem szokott vele gond lenni egyébként. Köszi szépen, sziasztok!